Üdvözöllek benneteket! A mai órán egy paralelogrammát fogunk szerkeszteni, melynek adott két oldala és egy szöge. Nézzük, hogy hogyan is néz ki ez a mi paralelogrammánk, illetve mi az, ami megvan adva ebben a feladatban. Tudjuk, hogy az A oldal 5,5 cm, tehát tudjuk a paralelogramma alapját. A szomszédos oldala B 4 cm, illetve tudjuk, hogy a betta szög, ami ugye a B csúcsnál található, ez egy tompa szög, 105 fokos. Ennek a három elemnek a segítségével kell megszerkesztenünk ezt a paralelogrammát, tehát alapja adott, majd ezzel fogunk indulni, viszont szükségünk van egy 105 fokos szögre, ezért az első lépésünk az, hogy az adatok megrajzolása mellett, tehát egy A oldal és egy B oldalunk megrajzolása mellett szerkesszük meg a 105 fokos szöget. A 105 fokos szög szerkesztését a 90 fok segítségével fogjuk elkészíteni. Történetesen 60 plusz 45, a 90 fok, tehát a derékszögre azért van szükség, hogy annak a felét, a 45 fokot hozzá tudjuk majd adni a 60-hoz. Tehát az első dolgunk, hogy az előre elkészített derékszögben fölvegyünk egy tetszéleges körívet, ezt meg is rajzoljuk, egy kicsit meg is hosszabbítom, hiszen a 105 fok az majd tompaszög fog lenni, és ha már itt vagyok, akkor mindjárt elmetszem ezt a körívet ugyanezzel a körzőnyílással, azért, hogy meglegyen a 60 fok, amihez majd később hozzá fogom adni a 45 fokot. A másik dolgom, hogy ezt a 90 fokot, amit már megkaptam, el kell, hogy felezzem, tehát kinyitom nagyobbra, mint fel a körzőmet. Igen, ez már nagyobb lesz. És elmetszem, tehát körívet rajzolok az egyik metszéspontból, majd ugyanezzel a körzőnyílással a másik metszéspontból. És ahol ez a két metszéspont találkozik, ezt most össze kell, hogy kössem az O ponttal, ezt mindjárt meg is tesszük. Tehát az O ponttal összekötöm, és íme itt lesz a 45 fokos szög. Ha ezzel megvagyok, a 45 fokhoz hozzá kell, hogy adjam a 60 fokot, tehát most újból lemérem a 60 fokos szögemet, illetve annak a nagyságát. És amikor megvan a 60 fok, hozzáadom a 45-höz, tehát ez az első rész a 45 fok, folytatásban ráviszem, és elmetszem az eredeti körívemet, és ahol elmetszem, itt lesz a 45 fokos szög. Folytatásban, tehát összesen 60 és 45, így adja a 105 fokot. Ezt is megrajzolom a másik szárat, tehát az egyik és a másik. Miután megvan a 105 fokos szög, hozzáfoghatok a paralelogramma szerkesztéséhez. Először is ugye az alapra van szükségünk, felveszünk egy tetszőleges félegyenest, az egyik pontját meg is jelölöm A csúccsal, itt lesz majd az A pontunk. Az A oldalnak a hosszát, azt tudom, tehát le is mérem, körzőnyílásba veszem, és amikor lemértem az A oldalnak a hosszát, rá is viszem erre a félegyenesre, ezt elmetszük, itt lesz majd a B pont. Ennyit már tudunk. A B csúcsnál található a tompa szög, tehát ugyanazt a körzőnyílást fogom használni, amivel a 105 fokos szöget szerkesztettem, ez ugye nagyon fontos, hiszen ha más körívet használok, akkor már nem lesz pontos a rajzom. Vigyázzunk kell, hogy a körívet belülről indítom, hiszen a belső részéből kell a 105 fokot mérni. Még egy kicsit. Ez lesz itt 90, és még egy kicsit meghosszabbítom, hiszen valahol ugye majd a B csúcstól jobbra helyezkedik el. És most lemérem ennek a 105 fokos szögnek a körívjének a hosszát.
amit majd utána a B csúcshoz fogok vinni. Tehát a 105 fokos szögnek a körív hossza megvan, és a B csúcsból, ugye a szög belsejéből, ahol a körív indul, oda fogom szúrni a körzőmet, és elmetszem ezt a körívet. Ahol elmetszem, mindenféleképp ugye a B ponttól jobbra kell, hogy elhelyezkedjek. Ez azért fontos, mert nagyon sokszor pont fordítva rajzoljuk ezeket a szögeket, meg ez a metszéspont valójában megadja nekem most a B oldalnak az irányát. Tehát húzok egy egyenest, ebből a B pontból indítom, és ezen a metszésponton keresztül, nem tudom még, hogy milyen hosszú lesz, valójában ennek a B oldalnak a hosszát mi tudjuk a feladatban, ugye ez az a 4 cm, ami meg volt adva, ezért most ezt körzőnyílásba veszem, körzőnyílásba vettem a B oldalt, beleszúrom a B csúcsba, és amikor beleszúrtam a B csúcsba, ezt az előtt megrajzolt szárat elmetszem. Ahol elmetszettem, megkaptam a parallelogramának a C csúcsát, és amikor tudom az A, B és a C, akkor már könnyűszerűen meg tudom találni a negyedik csúcsot, felhasználva azt a tulajdonságot a parallelogrammáknál, hogy a szemközti oldalaik egyenlőek, vagyis ha a BC oldal megvan adva, ugyanezzel a körzőnyílással most beleszúrom az A pontba, rajzolok egy körívet, majd még egyszer lemérem az AB oldalnak a hosszát, amit már ugye egyszer megtettem, hiszen a CD oldal ugyancsak ugyanolyan hosszú lesz. Tehát megint lemérem az A oldalnak a hosszát. És amikor ez megvan, beleszúrom most a C csúcsba. Bocsánat, itt van a C csúcs, és el kell, hogy metszem az előtt megrajzolt körívet, és ahol elmetszem, ott fog lenni majd a D csúcs, tehát a hiányzó D csúcs. Még egyszer, felhasználtam azt a tulajdonságot, hogy a parallelogrammal szemközti oldalai egyenlőek. És ha ez már megvan, akkor ezt a D csúcsot össze kell, hogy kössem a szomszédos csúcsaival, tehát megjelölöm itt ezt a D, és ezt a D csúcsot, ahogy már említettem, összekötöm először is az A-val, majd ugyanúgy összekötöm a C-vel. És íme, meg is kaptuk a parallelogrammát, amelynek adott volt két oldala, A oldala, B oldala, és a B csúcsnál lévő betta egyenlő 105 fokos szög. Köszönöm a figyelmeteket!